vagyunk most a Csajok cirkuszi próbáján, jóformán ez az első próbátok, ha minden igaz. Mit látsz, hogyan épül fel majd ez az egész szombaton? Mit várhatnak majd a nézők és a közönség? Hát igen, igazából ez az első próbánk, ugye ez egy tehetségkutatóval lesz összekombinálva, hogy itt látszódik, itt sokan várakoznak, hogy ők is itt az első castingon megmutathassák, hogy mit tudnak. Meséljük egy kicsit arról, hogy hogy fog kinézni a szombat este. Szombat este úgy fog indulni, hogy 7 órától egy ilyen akrobatikus, exkluzív akrobatákkal indul az este, az körülbelül egy olyan másfél órás produkció, utána megindul a nemzetközi cirkusz itt most elsőnek, ugye nemzetközi szépségverseny, meg a tehetségkutatónál is 80-90%-ban külföldiek lépnek fel. Éjfélkor meg, amikor kiirdetjük a két győztest, akkor pedig indul a after party két híres DJ-vel. Hogyan állítottad össze a koreográfiát? Hogyan jött az ötlet? Ugye volt egy közös találkozunk Valentinával, ott megbeszéltük magát az elképzelést, a koncepciót, ugye 3 túrban fognak a lányok felvonulni, lesz ugye egy utcai ruhás, egy tradicionális felvonulás végül is, ahol bemutatják a lányok a saját kis hazai kis különlegességeiket, akár mozdulatokban, ugye ahhoz én nem teszek hozzá, akár pedig ugye ruhaviseletben is, illetve lesz a harmadik kör, ahol pedig a Fashionnek az esti ruháiban, vagy ilyen kis koktélruháiban fognak felvonulni.